Szia anyukám, akkor mondjad, hogy mi volt most itt a kórházban, mit mesélsz? Nem tudták a hívócsengőket, nem tudták a betegek hívni őt a csengőt. Azért ez katasztrófa. Sorfítottak egész nap. Úristen. Egész nap. Kiabáltak. Nővér, nővér. A nővér ott ült kint a folyosón, a recepción, hallottak, de fölé putyát sem. De meg sem mozdultak. Meg sem mozdultak, mintha süketek lettek volna. Azért ez borzasztó. Ilyenek. Ez milyen osztály összes volt? Csengő ki van kapcsolva. De... még azoknak is, akik nem tudnak menni. Azért ez... azoknak kapcsolták. Hú, de borzasztó. Ez milyen osztály volt egyébként? Nem akarom az osztályt mondani. Nem? Pedig jó lett volna, ha mondod. De, ja, hogy még hoztak egy beteg nőt, egy még betegebbet. Aha, igen? Az már ott volt akkor is, most elment egy. De el fog ez menni. Kisbaba hangja volt, azt hittünk baba. Istenem. És kiabált is? Egész éjjel kiabált, egész nap kiabált. Nem tudom beszélni, tudott-e, de csak ordított, ordított, ordított. Istenem. Éjjel-nappal. Igen. Úgyhogy a szomszédom úgy kikészült a betegtársam, hogy szegény. Azt mondta, az életben nem jön ide ebbe kórházba. Istenem. És aztán? Nem tudtunk mit csinálni. És a nővérnek nem szóltatok? Hát szólt ő neki, azt mondta, mádott neki nyugtatót. Hát igen, erőset nem adhat, a gyenge meg semmit nem ér. És nem tudott aludni. Sajnos most a kórházak, tényleg egyes kórházak leromlottak, és az a baj, hogy... az a baj, hogy nincs egy erélyös főnővér, igen. Aki megmozgatná őket, mint a kommunizmusban volt. Igen. Tehát... nézte a tisztaságot, bejött, megnézte, igen. Mi van, hogy van, most nem törődnek a... igen. A nővérekkel. A főnővér a hibás. Igen. Na, az orvosok kiválója. Igen, tényleg az orvosokkal nagyon. Most volt anya kórházba, hát kiválója. Esküszöm de nektek, nem minden hogy... kórház ilyen, mert elvittek a budapesti kórházba, a tüdőszanatóriumba. Nem, a tüdőkórházba, mert covidos voltam. Megtámadta a tüdőmet a covid. Ott a nővérek is, meg. Az orvosok is csillagos ötöst érdemeltek. Ja. 5 percenként jöttek be a nővére. Tényleg? Nagyon-nagyon. Olyan nagyon. Tisztaság volt. Tisztaság is volt. Van valami probléma, odották a csengőt mindenkinek. Tényleg. Az volt az első. Tényleg, le a kalapba a gyerekek, ezek nagy, ott nagyon jól érezte magát anya. Fú, meleg is van. Kiváló olyan dolgoztam a nővére. Igen, igen, tényleg. Be is írtuk a csillagos ötös. Igen. A kórházi részére. Igen. Tényleg, az nagyon jó volt. A gyerekek akkor így járt az édesanyám a kórházba, úgyhogy dicséret a másik kórháznak, szép napot nektek a budakeszi kórháznak, úgyhogy dicséret. Még valamit el akar mondani az anya, itt a buszon történt, ezt hallgassátok meg szeretettel, mondjad? Ugyanígy járt egy bácsi is, az is elesett, a Szentpéter a János kórházban megoperálták, szegény. Anya is bent töltötte a szilvesztert. Gyerekek, annyira fúj a szél, hogy borzasztó. És anya is bent töltötte. Nem mondott semmit, hogy nem értek én, milyen a kórházban. Ja, de ő is bement a kórházba, és ott töltötte. Igen. Miért tört el? Mi tört el? Ja, nem az a pláne benne, a fia hazavitte egy 2 hét múlva. Igen? Ott esett el megint a kapuba. Istenem. Akkor megint visszajött. Ez az évez. Hallottátok? Na, megérkeztünk egy kicsit, de hogy is nincs. Megérkeztünk enni. Úgyhogy szép napot nektek. Akkor édesanyám itt azért mond. Na, figyeljet! Otthon sokáig a kórházba vagy távolni. Mert eltört a lába után, elvitték Leabra. Vitte a fia haza. Kiszálltak a kocsiból, elesett megint ott a kap, saját kapuján. Megint szegény. Szegény, Istenem. Így járt, na. Úgyhogy...